Zsuzsa, mesélj nekünk valamit a gyerekkorodról. Olyan ritkán mesélsz, a gyerekek nem is tudnak róla semmit. Jaj, azok voltak a szép idők. Sokat pancsoltunk a nemes úrfikkal a kalotában. De még a templomtornyában is nagy élmény volt baglyokra vadászni, galambtóját ültetni. Apám szigorú ember volt, nem nézte jó szemmel ezeket a csínyeket. Sokat játszottam, testvéremmel, Miklóssal is. Ő is szegény harcolt 48-ban, a dési, a vízaknai és a piski csatában. Jaj, mindig csak a forradalom, a szabadságharc jut eszedbe bármiről mesélsz. Én is emlékszem, apám fényes beszédet tartott Gerőmonostoron 1848. márciusában. Jött a híre a pesti forradalomnak. Hogy örültünk, aztán meg a véres harcok. Sosem fogom feledni Vasvári Pált, szép, daliás regény volt. Tőlünk indult utolsó útjára a Rákóczi szabadcsapat élén, Havas nagyfalu felé. Nagyságos uram, levelük érkezett. Köszönöm, Bözsi, és ne felejtse holnap kimenni a vásárba. Kellene ez az a konyhára. Igenis, nagyságos asszony, de szépen kérem, engedje haza Zentát, kérem. Kerül valamilyen szekér tőlünk a faluból. Anyám beteg. Apám az Alföldre ment kenyeret keresni. Testvéreink, szegények, annyi apróságot, hogy nincs ki gondjukat viselje. Na meg aztán az ízes, olyan beteg szegény. Na tátus, meghívtak a bánfiak Szentelfére. A hétvégén látogatását teszi a kastélyba báró bánfiának. Volt már szerencsém találkozni vele. Tavaly előtt még a válaszúti kastélyát is megmutatta nekünk. Ide figyeljen, Bözsi, hazaengedjük volna. De ha megyünk szombaton az Entelkére, új rendezze a dolgát, hogy jön vissza Hunyadra velük. Igenis, nagyságos uram, úgy lesz.